Bár senki sem kérdezte, de azért elmondom. Nálam mindig van Viva vitaminvíz. Ez az örök sláger Suzuki Vitara, nagyobb, tágasabb, mondhatni férfiasabb kiadása, az SX4 S-Cross, annak is a hibrid változata. A csak benzines elődjéhez képest gyengébb lett, mégis ugyanúgy gyorsul, és kevesebb lett a fogyasztása. Ez a hibrid hajtásnak köszönhető. A 48 voltos mild, vagyis light hibrid hajtás lényege, hogy a benzinmotor munkálkodását egy elektromotor segíti. A benzinmotor 15 km/h-nál lekapcsol, a rendszer a lassulási energiát betáplálja az anyósülés alatti akkumulátorba, majd, amikor egy kicsivel erősebben rálépünk a gázra, akkor a 13 lóerős indítógenerátor is besegít a gyorsulásba. Amint levesszük a lábunkat a gázról, abban a pillanatban elkezdi visszatölteni a lassulásból származó energiát, és tárolja. A motorfék erősebb a megszokottnál, az aksi pedig sohasem üres. Az 1400 köbcentis turbós benzinmotor 140-ről 129 lóerős lett, de a nyomaték 220-ról 235-re nőtt. Szinte ugyanúgy viselkedik, mint a korábbi nem hibrid, csak kevesebbet fogyaszt. Ki van ezt találva? Olyan fél literre leszik kevesebbet, mint a nem hibrid, kb. 6,5 az átlag, tehát van értelme a hibrid hajtásnak. Komolyabban néz ki, mint a Vitara, pedig a két autó szinte teljesen ugyanaz. Az S-Cross egy kicsivel nagyobb, tágasabb, valahogy templomba járósabb. Az utastere olyan, mint az egész autó. Egyszerű, lényegre törő. Nem hat kirívóan olcsónak, mindenünk van, amit egy autótól elvárhatunk mostanában. Szerintem nagyon rendben van. Közel 500 000-val drágább a hibrid SX4, mint az elődje. Kicsivel 5 millió felett indul, a legjobban felszerelt 7 millió. Szóval drágább lett, de még mindig versenyképes az ára. Példának okáért egy Rolls-Royce Phantom árából kb. 37 darab ilyet kapunk, flotta kedvezménnyel. Alapvetően tökről megy. A motorok ereje mindenre elég, egyáltalán nincs hiányérzetem, sőt, meg tud indulni, ha kell, becsülettel. Tényleg. A futóműve egy kicsit feszesebb az átlagnál, de olyan pont jó. Hibrid barátunk nem terepjáró, de nem ijed meg a földúttól. Csak úgy, mint a Vitara, az S-Cross hibrid is egy nagyszerű, észszerű autó. Elviszi a családot A-ból B-be, és megbízható. Egy újabb nagyszerű gépezet Esztergomból, szeretettel. A dúsgazdag olajsejkek valószínűleg nem ilyet fognak venni a gyerekeiknek, mert nem elég drága és ritka egy Phantomhoz képest. De nem is ők vannak a célkeresztjében, hanem azok, akik az autót használati tárgynak tekintik, és arra ez kiváló. Arab kisfiú kérdezi az apjától, apa, mi az aludtabb? Nem tudom, kérdezd meg Alibától. Alibá, mi az aludtabb? Bocs. Azonnali hatállyal iratkozzatok fel a Sportrádió YouTube csatornájára, kövessetek bennünket az Instán és a Facebookon. Köszönöm!